Szeptember 19-én Salgótarjánban látogatott a munkáspárt elnöke Türmer Gyula. A megyei vezetőkkel megnézték a nagymúltú síküveggyár kapitalizmus privatizációjának köszönhető romjait, utána a város főterén Jelenti, tartott hogy a nyilvános világban békében sajtótájékoztatót a élünk. pártelnök. A mai Magyarország nem élhető. Ma Magyarországon 1 millió ember jól él, 9 millió ember pedig rosszul él, vagy éppen csak az átlagos szinten él. Csak azért nem A megyek ki. rendezvényen felszólaltak nógrádi pártagok. Az arra járó tarjániak szívesen hallgatták a felszólalásokat, mert az ő sorsukról szólt. A mindennapi nehézségeikről, a munkanélküliségről, a banki hitelcsapdáról. Belolvastak a párt programjába, és egyetértettek abban, hogy a rendszerrel van a baj. A modern kapitalizmus nem tud értelmes munkát adni az embereknek. Türmer Gyulát, a munkáspárt elnökét kérdeztük Salgótarján főterén. Mi a véleménye a munkáspártnak a választási eljárásról szóló törvénymódosításról? A munkáspárt elítéli azt a törvényváltoztatást, amely be akarja vezetni az előzetes regisztrációt, azaz a választásra való jelentkezésnek az intézményét. Mi azt gondoljuk, hogy a jelenlegi magyar alkotmány szerint minden magyar állampolgár, aki betöltötte a 18. életévét, alanyi jogon jogosult arra, hogy válasszon. Ha ennek érdekében bármit kell tenni, ha föl kell venni egy telefont, el kell küldeni egy internetes üzenetet vagy egy levelet, az azt jelenti, hogy valamilyen mértékben korlátozzák ezt az alkotmányos jogot. Ezért a munkáspárt elítéli a Fidesz kormánynak azt a szándékát, hogy a választáson való részvételt előzetes regisztrációhoz kössék. A munkáspárt indul a választásokon. Megkönnyíti az indulást az ajánlószelvény eltörlése? Ti eddig 250 kopogtató cédulát vagy ajánlószelvényt kellett összegyűjteni. Várhatóan az új rendszerben 200 állampolgár aláírása és ajánlása szükséges. Ez első látásra valóban könnyebb. Bonyolultabbá teszi valószínűleg az a helyzetet, hogy több adatot fognak kérni, például az anyja nevét. Nehezebb lesz egy kicsit a gyűjtés, nem egyszerűen papírokra gyűjtik, hanem hivatalos szervek által jóváhagyott gyűjtő évekre. 17 nap fog a törvénytervezet szerint rendelkezésre állni. Ezek nem könnyítik meg igazából az életünket. De ennek ellenére a munkáspárt el fog indulni a választáson, és mindent meg fogunk azért tenni, hogy lehessen szavazni a munkáspártra nem csak egyes választókerületekben, hanem szándékaink szerint az országban mindenütt. A célunk az, hogy legyen országos listánk, ehhez ugye jelenleg 27 egyéni választókerületben lesz szükség egyéni jelöltre. Azon leszünk, hogy ez meglegyen, és ha ez meg lesz, akkor az országban mindenütt lehet szavazni a munkáspártra. Természetesen ehhez az is kell, hogy azok a barátaink, ismerőseink, rokonaink, velünk szimpatizáló állampolgárok, akik ránk akarnak szavazni, azok menjenek is el, regisztráltassák be magukat, ne engedjék, hogy a törvénye segítségével a Fidesz vagy bármelyik politikai párt átverje őket, vagy kiátsza őket. Salgótarján az egyik legszegényebb régi iparváros, gondolom, itt nagy a támogatottsága a munkáspártnak. Én csodáltam azt, hogy a legutóbbi választáson a Fidesz nyert ebben a megyében. Salgótarján és Nógrád megye eredetleg baloldali megye. Ebben a megyében nem a Fidesz nyert, itt az MSZP veszített. Azért veszített, mert széthorták az országot, korrumpálódtak, elvittek mindent, amit csak lehetett. Ma itt jobboldali kormányzás van, de az utcán megkérdeztem az embereket, és mindenki azt mondja, hogy elegük volt. Ők a változás reményében szavaztak a Fideszre, azért szavaztak a Fideszre, mert munkahelyeket ígértek, kiszámítható életet ígértek, és azt ígérték, hogy a szegényeknek adni fognak, és a gazdagoktól fognak elvenni. Az emberek ugyanakkor azt látják itt Salgótarjánban is, és máshogy is, hogy munkahelyek nincsenek, az emberek itt munkanélkül vannak, azt látják, hogy nem a bankokat adóztatják, meg nem a gazdagokat adóztatják meg, hanem ellenkezőleg a szegényektől vesznek el. Az élet nem lett jobb, nem lett igazságosabb. Ezért változtatni akarnak. A munkáspárt ezért bízik abba, hogy azok a nemzedékek, a 40-es éveikben járó, 50-es éveikben járó, akik átélik a mai nehézségeket, azok rájönnek arra, hogy nem lehet a egyik vagy másik tőkés kormánytól ajándékot várni. Nekünk kell küzdeni, dolgozó embernek kell ott lenni a parlamentben. És ott vagyunk, akkor majd mi megadóztatjuk a gazdagokat, és mi fogunk munkahelyeket teremteni. Köszönöm szépen!
A rendezvény után rövid séta következett a szebb időket megélt iparváros Rákóczi útján. A járókelők örömmel beszélgettek a munkáspárt elnökével, panaszkodtak a kilátástalan jövőt illetően. Megértettük, hogy sem az MSZP, sem a Fidesz nem törődik a melóssal. A munkáspártnak kell végre a parlamentbe kerülnie, hogy jobban élhessünk, mondták a járókelők a pártelnöknek.